Ki kell vágni az erdőket, hogy legyen elég tüzifa. Idézet vége. Tudjátok, ki mondta ezt nem is olyan régen? Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Kossuth rádióban. És emellett el tudtam volna még menni, mert a politikusok mondanak dolgokat, amik a választóknak szólnak, amiket ők akarnak hallani, aztán nem is gondolják úgy, vagy lehet, hogy úgy gondolják, de aztán kimagyarázzák, hogy nem is gondolták úgy. Tehát ezek mellett így elszoktam menni. Hogy jó van, persze, mondja csak, tök mindegy. Csak az a baj, és emellett már nem tudok elmenni szó nélkül, mert ez mindenki erdeje, sőt az ország összes fája, mindenki fája is. Szóval kijött egy kormányrendelet, ami ezt a mondatot lehetővé teszi, mégpedig azt, hogy kivágjuk az erdőket Magyarországon. Ez a kormányrendelet lehetővé teszi, hogy természetvédelmi területen lévő erdőket, Kivágjanak. Bármikor könnyű engedélyeztetéssel mindössze három nap alatt elbírálják, és ki lehet vágni mostantól akár itt a Pilisi természetvédelmi területen fákat, vagy akár a bükkben, vagy bárhol az országban engedik mostantól a tarvágást. Ugye a tarvágás az az, amikor itt ezt fogják és letarolják, és minden fát kivágnak, nem pedig csak kiszednek egy-egy fát az erdőből, és akkor azt kivágják, és oda kicsit több napfénybe megy, és akkor tud nőni egy facsemete, vagy ültetnek a helyére, és tulajdonképpen nem rombolódik szét az erdő. A tarvágás, mint ami itt mellettem is látható egyébként, amit látok a nappalim ablakából, és láttam, hogy lett egy sebb hely az erdőben, szóval a tarvágás az a legrosszabb, ami történhet, hogy kivágják a fákat, a növényzet, ez gyakorlatilag kipusztul, hiszen rengeteg nap éri, nincs, ami megfogja a vizet, erózió lesz, és egész egyszerűen nem nagyon fog oda semmilyen erdő nőni, amíg oda nem ültetünk valamilyen fákat. Szóval a kormányrendlet engedi a tarvágást is. Ki lehet vágni fiatal fákat is mostantól. Tehát volt eddig egy határ, hogy milyen életkortól lévő fákat, amik egyébként úgy is valószínűleg kidőlnének, kivinné a szél, a vihar. Szóval volt egy határ, ezt most levitték, -e, és most már fiatal fákat is ki lehet vágni aztán azt is megoldották, hogy bármikor lehessen fát vágni, eddig volt erre szabályozás, hogy például amikor a madarak fészket építettek, fészket raktak, akkor nem lehetett fát vágni, most már ezt az időt is eltörölték, mert ki kell vágni minden fát, hogy legyen tüzelőanyag. És mérhetetlenül szomorú vagyok, mert el sem tudjuk képzelni, hogy mennyire fontosak az erdők. Még csak most kap hogy az egész ökoszisztémában milyen nagy szerepet játszanak az erdők. Nagyon sokat olvastam erről, amikor ilyen bozó csináltam videót, Amazonas, stb. őserdő föltüdeje, Rengeteget olvastam a témában, és bármennyit olvasunk, egyszerűen az fog kijönni, hogy az erdő az nagyon-nagyon hasznos, és nagyon-nagyon kell, mert egy csomó mindenben segíti az életünket. Például megfogja a szállóport teljesen, sok millió tonnát. Tehát egy-egy erdő, a falevelek maguk, azok szűrik a levegőt, és azért van jó levegő csobánkán nyáron, mert itt nincsen annyi szállópor, mert itt az erdő, itt a pilis. És megköti a szálóport. télen is. Ugye az a probléma, hogy olyankor nincsenek falevelek, és akkor nincs, hogy a szállóport. Nedvességet ad, párát ad, megfogja a talajeróziót, megköti a talajnak a nedvességét, élőhelyet biztosít állatoknak. Gondoljatok bele, hogyha kivágjuk a fákat akkor egy, itt egy sivatag lenne, nagyon hamar. Ezt megtettük az Alfölddel. Annó Magyarországon, a még mielőtt betelepültünk volna, kb. 84%-ot fettek le az erdők. Tehát Magyarország területének 84%-át erdők borították. Tippeljetek, mennyi most ez a szám. Adok egy kis időt. Igen, 40-50%, igen, Nos nem, 21 százalék. 21 százalék úgy, hogy volt ez már 14 százalék is, csak nagyon jó erdőgazdálkodással, ezt feltornáztuk 21 százalékra, de mondom még egyszer, hogy 84 százalék volt. Annó az Alföldön, mindenhol erdők voltak. Most az alföldön nincsenek erdők, mert kivágtuk a fákat, hogy szántóföldek legyenek, mert hogy tudjunk sok búzát termeszteni, hiszen az embereknek kell az élelem, meg kell a marhát legeltetni, meg a birkát, meg a bárányt, meg minden. Ezért az alföldön kipusztítottuk az erdőket, elvágtuk a csatornákat, a vízgazdálkodás az így megszűnt, ezért most az alföld, ti is hallottátok biztos a hírekben, a sivatag, a termés kuka, 400 milliárd forint értékű élelmiszer ment a kukába idén. kás nem én találtam ki. 400 milliárd forint. Az rengeteg pénz. És hogyha lennének erdők, amik megfogják a vizet, amik párlognak, amiktől eső lesz majd, hiszen ahogy melegszik az éghajlat, és ha kiírjuk az erdőket, akkor az a párolgás nincsen, plusz még meleg is van, nem állnak össze a vízrészecskék, nem fog esni az eső. Tehát az erdőket nem kivágni kell, hanem nagyon-nagyon megvédeni, sőt, minél több erdőt telepíteni, mert az erdő az jó. És nem azt mondom, hogy nem kell fát kivágni soha többé, hiszen kell a fa, szükség van az a papírhoz, szigetelőanyaghoz, eltüzelésre, hát azt nem mondom, hogy nagyon el kéne tüzelnünk a fát, de sok mindenre használható fa, például házakat építhetünk belőle, mint hogy az én házam is fából van, és hogyha ültetünk helyette, megvárjuk, megnő, majd azt kivágjuk, akkor ez egy megújuló alapanyag. Nem energiaforrás, én még egyszer mondom, nem nagyon tüzelnék el fát, hanem majd a végén elmondom, hogy mit csinálnék. Mert az a probléma, hogyha most eszetlenül kezdünk el fákat kivágni, mert most megijedünk, hogy jaj, jaj nem lesz elég energia, nem lesz elég gáz, és úristen, mivel fogunk tüzelni? Értem a problémát. De nem szabad eszetlenül csinálni. Mondok erre egy történetet, ami, ami nagyon megfogott. Egy pár éve beszélgettem egy szociális munkással, és ő mesélte nekem, hogy, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy például borsodban mi zajlik, mi megy. Egy csomó mindent említhetnék, de most csak egy történetet szeretnék elmesélni. Vannak családok, akik télen, amikor fáznak és bejön a hideg, akkor fogják, kiverik az ablakkereteket, meg az ajtókereteket, és eltűzelik. Bútoraik már rég nincsenek, természetesen, sajnos. De megfogják az ablakkereteket, kiverikből az üveget, megfogják az ajtót, és eltűzelik az ajtót, meg az ablakkeretet, hogy egy kicsit aznap legyen melegebb. Majd utána ezek a családok, hogyha nem kapnak segítséget, akkor megfagynak, hiszen az egyetlen szélfogót, ami ami megfogta volna a hideget kívülről, azt eltűzelték. Azért a pillanatnyi jóért, hogy egy picit legyen meleg, és nem mennek a szociális munkások, és vagy szereznek új szállást, vagy visznek ablakot, ablakkeretet, amit majd megint el fognak tüzelni. De egy kicsit ezt látom most, hogy, hogy van egy probléma, és úgy oldjuk meg, hogy a jövőt elégetjük. Szó szerint. Nézzétek meg. Itt van mellettem a tüzifa, az pedig az erdő. És hogyha az az erdő nincs, akkor az a tűzifa sem lesz, soha többé, de nem csak tűzifa nem lesz, hanem nem lesz papír, nem lesz bútor, nem lesz ház, nem lesz semmi, nem lesz víz, nem lesz eső, nem lesz pára, sivatag lesz. Tehát ezt nem lehet így csinálni. De hogy egy még, még egyszerűbb dolgot mondjak, hogy oké, okay, vágjuk ki az erdőket, és tüzeljük el, hogy ne fagyjanak meg idén az emberek. Hogyan képzelték ezt? Amikor ezt a fát itt mellettem kivágják, akkor annak egy vagy két évig száradnia kell, hiszen a vizes fát azt nem lehet elégetni. Hogyha vizes fát égetünk, akkor arra használjuk a hőt, hogy a vizet kipárologtassuk a fából. Tehát az alulégő fa az nem melegít, hanem azt a vizet forralja ki a fából, hogy kimenjen az a víz. Ez egyik probléma, hogy a fűtőértékünk az nagyon-nagyon rossz lesz, tehát nagyon sok fát kell eltüzelni ahhoz, hogy ugyanazt a hőt megkapjuk. Kettő. A vizes fával, hogyha fűtünk, akkor rengeteg szénmonoxid keletkezik, kátrány és korom ami iszonyatos probléma és tönkre teszi az embereknek az egészséget. Főleg falvakban ez hatalmas probléma, jelenleg is. Tehát a, a szén meg a fának a tüzelése, az borzalmas probléma, és akkor utána a vizes fa és a szemét. Tehát ebben a sorrendben ez így nagyon-nagyon rossz. A sima fának a tüzelése is, rengeteg szállópor, tüdőnkbe belemegy, meghalunk. Hogyha vizes fát égetünk, szénmonoxid, kátrány, korom, még hamarabb meghalunk, hogyha mondjuk szemetet égetünk, akkor meg aztán, akkor nincs is miről beszélni napokban jött az a hír is, hogy valamelyik okos kitalálta, hogy hát vidéken az iskolák fűtsenek fatüzeléssel. Mert hogy nem fogják tudni kifizetni a gázt. Aztán valaki kiszámolt, hogy hát az nagyon jó ötlet, csak egyrészt nincsen kazán. Hogyha most megrendelik ezek az iskolák a fatüzelésű kazánt, akkor kb. 8 hónap múlva fogják tudni leszállítani ezeket a kazánokat. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy a Szegedi iskolákra kiszámolta valaki, 800 millió forintba kerülne a fafűtés nem, nem értem, hogy hogyan jönnek ezek a gondolatok, hogy drága az a gáz, a rezsicsökkentés, ha nincsen, akkor nem küldnek, mi van, ha elzárják a vágjuk ki az erdőket, tüzeljük el az egészet. Régen csináltak a bükkben ilyen tarvágásokat, és, és elképesztő sebb helyes a bük, a pilis is sebb helyes. Mindenhol, hogyha ránéztek egy kilátóra az erdőkre, akkor látjátok ezeket a lukakat, mert ezek a fák, ezek 40-50-100 év alatt nőnek vissza. Tehát a mi életünkben, hogyha most kivágok ide ezt, egy fát, nem fog visszanőni. Az én életemben már semmiképpen, még a gyerekeink életében se, talán az unokák életében visszanővezthetjük az erdőt. Tehát rohadtul oda kéne figyelni a természeti kincseinkre. Nem sok minden van ennek a kis szarországnak, de még ezek az erdők itt vannak, és ezekre odafigyelhetnénk. Lehet, hogy el kéne gondolkozni, hogy ha 5 milliárdot fordítunk szociális tűzifa osztásra, 5 milliárdot forintot, hogy akkor nem biztos, hogy soros kampányra kéne költeni 5 milliárd forintot, vagy mondjuk egy nemzeti konzultáció ugyancsak 5 milliárd forintba kerül, vagy mondjuk három politikus ennyi osztalékot vesz fel a cégeikből, hogy biztos, hogy elég az 5 milliárd, mert szerintem nem kivágni kéne az erdőket, hanem a rászorulóknak akik tényleg tűzifával tüzelnek, és akár a nedves fát, meg a szemetet is elégetik, már régóta és most is azzal kéne foglalkozni, hogy nekik hogyan szigeteljük le a házat, hogyan adjuk nekik modern kazánokat, akár hőszivattyús fűtéseket hogyan telepítsünk be a szegedi iskolákba, hogy ne egy hülye fatüzelésű kazánnal fűtsék az iskolát, vagy mit vigyenek a gyerekek tűzifát a hátukon, vagy vigyenek szemetet, és azt is égessük el az iskolába. Ez egy agymenés. Írdatlan sok pénzt költünk el baromságokra. Száz 100 milliárdokat, ezer milliárdok folynak ki az országból ide-oda. Nem, akkor nyilván tudjátok, hogy mire gondolok, a stadionoktól kezdve a vadászkiállítása, mindenféle olyan hülyes, a mindegy. Tehát, hogy sok-sok-sok milliárd. Ennyi sok milliárd, és ennyit ennyit adnak a rászlóknak tűzifára. Nekem nem kell tűzifa, meg egy csomó embernek nem kell tüzifa, meg egy csomóan ki fogják tudni fizetni a drágább gázt is. A rászlók nem fogják, de miattuk nem érdemes kivágni az erdőket, hiszen hosszú távon ez nem megoldás. Mi van, hogyha még tíz évig tart ez a háború? Nem az lenne a megoldás, hogy megújulókat telepítünk, hőszivattyús fűtéseket, naplemes fűtéseket, szélerőműveket, mindenhova. Nem ez lenne a megoldás? Hogy lehet kitalálni ilyet, hogy kivágjuk az erdőket és eltűzeljük. Nem akarom elhinni ezt. Tényleg egyszerűen sírni tudnék, amikor, amikor így ezen gondolkozom hogy három napja. És, és bármennyire gondolkozok rajta, egyszerűen azt érzem, hogy ez nem lehet a jó megoldás. Ilyen nincsen. Egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy Magyarország úgy gondolja, hogy értem, hogy Brüsszel, meg energiaválság, meg háború, meg szankciók, meg mindent értek. Mindent értek de nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy azt tartjuk megoldásnak, hogy vágjuk ki az erdőket, és tüzeljük el a fát, a jövőnket, a gyerekek jövőjét, az unokák jövőjét. Nem vagyok hajlandó ezt elfogadni, és ha már egy idézettel indítottam ezt a videót, akkor egy idézettel is zárám le, ami pedig így szól, hogy bár az erdő csak zsugorodott és zsugorodott, a fák mégis a fejszére szavaztak, mert a fejszínek is fából volt a nyele, ezért a fák úgy gondolták, hogy ő is közülük való. Sziasztok!